Idén újra megrendezték a már hagyományos lábteniszbajnokságot a Győr-Réfalui Teniszklub Kálóci téri pályáin. Látványos labdamenetekben, feladásokban, lehúzásokban ezúttal sem volt hiány. A kétnapos viadalon 4 kategóriában indultak versenyzők, amatőr és profi, egyéni, illetve páros. Szombaton a fiatalok, vasárnap pedig az öreg fiúk csaptak össze a kupákért és az érmekért. Két napon át a Magyar Lábtenisz Szövetség által rendezett Magyar Lábtenisz Bajnokság van. 4 versenyszámban mérjük össze a versenyzők tudásukat, amatőr párosba, profi egyénibe és amatőr egyénibe. A nagy meleg ellenére többen voltak, akik a sportot választották a Balaton helyett. Köztük Danyi Gábor, a Győri Audiétó KC edzője, és Cseh Zsolt a csapat gyúrója is, akik a tavalyi évhez hasonlóan idén is lábtengóval kapcsolódtak ki. Nagyon nagy öröm, hogy nem csak a kézilabda, hanem a lábtenisz és a tenisz élet is nagyon komoly Győrbe, természetesen nem megbántó többi sportágat, és nagy-nagy örömmel jöttünk el, tavaly egyszer már részt vettünk a Cseh Zsoltival, és idén is úgy gondolom, hogy nem hiányozhatunk, annak ellenére, hogy hát valóban nem fázunk. Danyi mesterék, ha tehetik, jövőre is itt lesznek, a szervezők pedig remélik, hogy a következő évben még többen indulnak majd a versenyen.